És ahogy említettük már néhány perccel ezelőtt, a következő vendégünk Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Képzelj el, mondjuk itt a beköszönésnél, meg a tartalomajánlónál Györgyivel azt, hogy március 15-én tüntetést szerveznek. Azért gondolom, a legtöbb emberben ilyenkor egy nagyon-nagyon rövid kérdés merül fel. Elnök úr, miért? Hát azért, mert Magyarország függetlenségéről és jövőjéről, megmaradásáról van szó, ugyanis... Akkor nem jó nem a kérdés. Nagyon, akkor bocsánat, nem volt jó a kérdés. Miért, vagy miért akkor, amikor a legszigorúbb korlátozó intézkedéseket vezették be Magyarországon az emberek egészsége védelmében? Demagógia, ugyanis, hogyha valaki felszáll a vonatra, tehát nem tudom, mostanában utazott-e a vonaton, meg kell nézni, hogy az állami vasúttársaság szerelvényei milyen tömeg van összezsúfolódva, hogyha bemegy egy hipermarketbe, akkor mekkora tömeg van összezsúfolódva, a kaszinókban napi 24 órában, hétfőtől vasárnapig, néhány nappal ezelőtt még óriási tömegek voltak összezsúfolódva, tehát ez demagógia, ugye mi egy olyan tüntetést szervezünk, ahol arra kérjük a résztvevőket, hogy tartsák be az előírásokat, már csak azért is, hogy mondjuk ne bírságolják meg őket az utcán, tehát vegyenek föl maszkot, tartsák a másfél méteres távolságot, és így lehet a Vigadó térről, tehát a Las Vegas kaszinó elől, ami egy ilyen szimbolikus helyszíne lett ennek az egész átpolitizált vírus helyzetnek, onnan lehet sétálni a parlament. Ez egyébként tavaly, amikor a Deák téri késelés ügyében volt egy hasonló felvonulásunk, akkor mindenkit szinte megbírságolt a rendőrség, én is kaptam egyébként egy 150 ezer forintos büntetést, aki elvitte a bíróságra, mivel engem le akartak ültetni, ezért én befizettem, mert polgármesterként muszáj látnom a munkámat, nem érek rá most egy hónapot ülni a fogdán, saját zsebből fizettem. Jó, csak azért kérdezem, mert majd mindjárt és aki elvitte a bíróságra, mindenkit fölmentett a bíróság, sőt éppen most tartottunk három nappal ezelőtt egy sajtótájékoztatót arról, hogy még a rendőrségnek a bíróság utasítására vissza kellett adni a lefoglalt párt zászlókat is. Jó, de tudja, amikor az ember azt olvassa, hogy Magyarországon a más országok példáját nem is nézi az ember, vagy statisztikáját, hogy 911 ember van lélegeztetőgépen, akinek az életéért nyilván küzdenek az orvosok, amikor közel 200-an életüket vesztik egy nap leforgás alatt, amikor több mint 8000 embert ápolnak kórházba, akinek a sorsa egyelőre még bizonytalan, akkor miért kell megkérni arra az embereket, még egyszer megkérdezem, a legszigorúbb korlátozó intézkedések ellenére, hogy menjenek kitüntetni. Pont ön mondja a vonatnak az esetét, meg a tömegközlekedés esetét, pontosan tudja jól, hogy az emberek jelentős része sajnos nem tud néha normálisan, biztonságosan viselkedni. Leveszik a maszkot, mert úgy érzik, hogy jó az idő, leveszik a maszkot. De akkor leveszik a vonaton is, leveszik a villamoson, leveszik a hipermarketekben, igen, levették de a kaszinókban. A vonatközlekedést azt nyilván ön is tudja, hogy nem tiltották be tüntetni, meg ön is tudja, hogy nem lehet. Na jó, de ez is ugye visszás, de akkor hagyd mondjak néhány olyan statisztikai adatot, amit Müller Cecília nem szokott mondani. Ugye most az év elején megnézték, hogy az első 10 000, egészen pontosan 10 080 elhunyt esetében ki az, akinek volt alapbetegsége, ki az, akinek nem volt alapbetegsége. 0,9%-a volt a Magyarországon elhunytaknak, akinek nem volt valamilyen alapbetegsége, tehát krónikus betegsége. Magyarországon a teljes lakosságra vetítve 59,4% azoknak az aránya, akik valamilyen alapbetegséggel, krónikus betegséggel küszködnek, 65 év felett ez több mint 90%. Az elhunytak 85%-a Magyarországon 65 év feletti. Tehát mi következik ebből? Az következik ebből, hogy rendkívül képmutató. Akkor, amikor a jelenlegi balliberális politikusok és a fideszes politikusok most egymással licitálva próbálják lezárni a magyar gazdaságot, elképesztő észszerűtlen intézkedéseket is hoznak, mint hogy este mondjuk az ember nem tudott elmenni egyedül kocogni, mert ugye kijárási tilalom van, de hagyd ne soroljam ezeket az észszerűtlen intézkedéseket, mert arra hivatkoznak, hogy számukra minden ember élete fontos és számít. Magyarországon azért ilyen tragikus a helyzet, mert a magyarok általános egészségi állapota katasztrofális, nem csak Európai Uniós, hanem világviszonylatban is. De mi ennek az oka? Az az oka, hogy Magyarország uniós szinten, sőt világviszonylatban, az OECD tagállamok közül is szinte a legkevesebbet költi az egészségügyre. És hogyha valaki megnézi, hogy az elsikasztott rendszerváltozás óta mely kormányok csökkentették leginkább az egészségügyi kiadásokat, akkor elmondom, 94-ben a Horn kormány, tehát egy balliberális kormány, aztán a Gyurcsány kormány, és most pedig a jelenlegi Orbán
Orbán kormány. Tehát ezeknek a politikusoknak nincs létjogosultsága azt mondani, hogy aggódnak a magyar emberek egészségi állapotáért. Viszont én azt mondom, hogy ez a vírus ez itt fog maradni, ezt nem csak én mondom, a szakemberek is tudják. Itt fog maradni, meg fog szelidülni, kialakul egy immunitás, és mondjuk egy év múlva lehet, hogy sőt valószínű, hogy ez a pánik helyzet, ami jelenleg van, részben jogosan, részben pedig a média és a politikusok által gerjesztve, nem fognak emlékezni az emberek erre a pánik helyzetre, de nem fogják érteni, hogy az infláció miért ilyen magas, miért nem tudják megvenni azokat az élelmiszereket, amik egyébként már ma is nagyon drágák, akkor én elmondom, hogy miért. Azért, mert jelenleg az elhibázott kormányzati intézkedések pótlására, tehát a gazdaság leállítására, a kieső bevételekre mit csinál a magyar kormány? A magyar államháztartásból, tehát az államkasszából fedezi a hiányokat. Gyorsan befejezem ezt a gondolatot, mert ez nagyon fontos. Emiatt az államadósság az 1995-ös szintre, tehát utána jött a bokros csomag, arra a szintre jutott, az államcsőd felé haladunk, az államháztartási deficit pedig még soha, tehát soha még a rendszerváltás után sem volt akkora, mint most. Jó, én ezzel nem először beszélgettek önnel és készítettek önnel interjút, de megmondom önnek őszintén, hogy arra a kérdésem, azért nem gondoltam volna, hogy 1995-ig fogunk visszarepülni, hogy miért kell tüntetést szervezni akkor, amikor egy egész országot megpróbálnak ugye a lezárásokkal egy kicsit biztonságosabbá tenni. Meg fogják tartani egyébként? Hány fő részvételére számítanak? Megtartjuk ugyanis a hét elején, tehát mi nem jó kedvünkben tüntetünk, a hét elején küldtünk egy, nevezhetjük ultimátumnak, küldtünk egy kérést a magyar kormánynak, amit szokás szerint ugye a Fidesz jellemző módon lesöpörtek az asztalról. Ugye két dolgot kértünk, és akkor nem tartanánk tüntetést. Az egyik az, hogy a dél-koreai mintát kövessük járványkezelés szempontjából, ott minden nyitva van, és sokkal jobbak az adatok. De a másik kell pedig, dél-koreai mintát követni, pedig, amikor átoltottságban, elnök úr, ön is olvassa ezeket az adatokat, hogy Magyarország az uniós ország tekintetében szinte a legjobban áll, másodikak vagyunk. Tehát lehet, hogy a vírus megakadályozását itt oldják meg uniós szinten a leghamarabb. Nem tudom. Hát jelenleg ugye nem úgy néz ki a helyzet Magyarországon, nem úgy, hogy amióta nő az oltás, azóta több a megbetegedés, de ami szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy az ultimátumnak része most, volt, azt az is, hogyha nem tüntetünk, hogy azért betegednek nem, többen, mert nem, több embert oltanak. Nem, csak azt mondom, hogy jelenlegi számok azt mutatják, hogy dél-Koreában sokkal jobb a helyzet. Tehát jobban kezelik a vírust, miközben a gazdaságot nem zárják le. Na, nagyon fontos, a gazdaság lezárását a magyar adófizetők pénzéből, meg az önkormányzatok pénzéből pótolja a kormány. Mi azt kértük, hogy járvány szolidaritási adót vessen ki a koronavírus haszonélvezőire, gyógyszeriparra, a kaszinókra, hipermarketekre, digitális óriás cégekre, és abból fedezzék a hiányt. Köszönöm szépen. Kértük, egy kérdésem van már csak. Ön, kettő, bocsánat, csak röviden válaszoljon. Fontosnak érzi a hátrányos helyzetű embereket a Mi Hazánk mozgalom? Mármint, hogy az ő életük jobb legyen Magyarországon? Természetesen. Nagyon jó, köszönöm szépen. Szociálisan érzékeny. Amikor önök azt mondják, hogy jöjjenek el tüntetni, majd gyűjteni fogunk arra, hogy az esetleges büntetéseket kifizessük, ugye erről van szó, akkor miért nincs az a felelősség önök meg benn? Ha már ennyire fontosnak érzik a hátrányos helyzetű embereket, hogy azt mondják, hogy gyűjtsünk azoknak az embereknek, akik bajba kerültek a koronavírus miatt. Mert az a helyzet, hogy jövőre mind a 10 millió magyar állampolgár bajban lesz. Tehát, hogyha ezen az úton haladunk tovább, mindenki bajban lesz. Tehát államcsőd felé haladunk, szeretném jelezni, és jövőre már mindenki nem csak erre fog emlékezni, hanem, hogy a pánik emberek, helyzet, miért nem azon embereknek gyűjtenek, akik bajban vannak, és miért nem... Ez nagyon demagóg kérdés. Tehát azért, hogyha, szerintem ez egy teljesen objektív döntés. Vagy kérdés? Mert gondolja, hogy tehát tudja, hogy hányan vannak bajban? Hányan hátrányos helyzetek ma Magyarországon? Rengetegen. Tehát azért annyi pénzt mi nem tudunk összegyűjteni. Jó, de mindenki inkább segítsünk Magyarországon. Inkább kormányra szeretnénk kerülni azért, hogy Magyarországot megmentsük, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe, hogy jövőre az emberek az éhenhalás küszöbére fognak jutni. Egy államcsőd esetén. Jó, úgy érzem, hogy ezt minden áron meg fogják tartani. Valószínűleg, hogy mi is beszámolunk erről majd a hírekben, hogy ez hogyan végződött, vagy hogyan zajlott. Mert a kormány nem fogadta el a javaslatainkat, és nem lesz járvány szolidaritási adó a koronavírus haszonélvezője. Megértettem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Vigyázzanak magukra.